Ma, azaz csütörtök reggel tartott sajtótájékoztatót dr. Félvig Géza a vasárnapi Bagosi Brothers Company koncert kapcsán, ugyanis az eseményre a mai napig lehetett regisztrálni. A polgármester jelölt elmondta, hogy egy fiatal pár története ösztönözte arra, hogy olyan programot szervezzenek Kalocsára, amely a fiatalabb korosztályoknak nyújt kikapcsolódási lehetőséget. A 20-as, 30-as, 40-es korosztálynak nagyon kevés program van a városban, és nagyon kevés szórakozási lehetőség. Ezt meglovagolva gondolkodtunk a csapatunkkal, hogy egy koncertet szervezünk. Ezzel is demonstrálni szeretnénk azt, hogy legyenek szórakozási lehetőség, legyen kikapcsolódási lehetőség a 20, 30-as és 40-es korosztálynak is a városba, és egy fiatalos, lendületes, akik a mai slágereket éneklik, egy olyan előadót hívjunk Kalocsára. Így kerül sor most vasárnap este 6 órakor az Érsekkertbe, a Bagosi Brothers koncertre. A koncerten való részvétel ingyenes lesz. Azonban regisztrációhoz volt kötve, egészen egyszerű oknál fogva, az érsekkerti szabadtéri színpad nézőterének befogadó képessége véges. A regisztrációs lehetőséget ma reggel le is zárták, ugyanis teltház van. Ami gyakorlati információt szeretnék elmondani, hogy a holnapi napon péntek délután mindenki egy e-mailben fog választ kapni a regisztrációjára, hogy azt elfogadtuk, illetve 5 órától, tehát a koncert kezdet előtt 1 órával lesz kapunyitás, ott a beléptetés történik meg, mindenkinek a nevét kell csak mondani, és regisztráltan akkor léphet be. A rendezvény ideje alatt lesz vendéglátó szolgáltatás, ez azonban fizetős lesz. A koncerten a mozgáskorlátozottak számára is biztosítanak helyet, ehhez azonban jelezni kell az igényeket a szervezők felé. Ülőhelyek vannak, a színpad előtti szabad térre is fogunk vendégeket beengedni, úgyhogy azok állóhelyek lesznek. Itt az együttesnek is voltak elvárásai, az ő koncert szokásaikat is be kellett építenünk a szervezésbe. Eső nap nincs, ha esik, ha fúj, a koncertet megtartják, esetleg egy esőkabátot érdemes magukkal vinniük a résztvevőknek.